Az elmúlt években megszokott csengeli sportcsarnok helyett az idén Békéscsabán tartotta bentlakásos edzőtáborát a nyíregyházi kosársuli. Az elmúlt héten 45 utánpótláskorú játékos készült a viharsarokban. Hétfőn a felnőttek is munkába álltak, mégpedig változatlan játékos kerettel, mivel új kosaras nem érkezett a nyári szünetben. Sőt, Farkasinszki Gyuláni edzőnek inkább azzal kell számolnia, hogy gyakran lesznek hiányzói. A felnőtt csapatnál ott ugye azért már vannak gondok és problémák, mert itt már vannak, akik dolgoznak amatőr csapatról lévén, de nem tudjuk megoldani azt, hogy ők minden egyes edzésen részt vegyenek, ezért nem vettek részt a békéscsabai táborba is. Ők ugyanúgy ezen a délelőtt délután, tehát napi két edzésre mennek, annyi, hogy a délután edzésre csatlakozik be a nagyobbik rész, de a délelőtt inkább az utánpótlásra lehetnek azok, akiknek éppen esetleg olyan az iskolai elfoglaltsága, a munkahelyi elfoglaltsága, stb. Tehát ők biztos, hogy itt még a szeptember elején is a fizikális jellegű felkészítést fogják kapni. Annyi, hogy ebbe egy ilyen laza két edzőmérkőzés bele fog kerülni augusztus végén, amikor is a Szolnok ugye itt edzőtáborozik az utánpótlás is a felnőtt csapatával, ők kértek két edzőmérkőzést, amit megpróbálunk megoldani. A csapat erőnléti edzője Farkasinszki Gábor 8 héten keresztül Székesfehérváron a 6 korosztályos válogatott felkészülését segítette. Most már a nyíregyházi lányokkal foglalkozik a fiatal szakember. Szerencsére sikerül úgy megoldanunk ezt a dolgot, hogy napi két edzéssel tudunk dolgozni, így a napi egyik része gyakorlatilag csak az erőnléti részével foglalkozunk, heti 3 teljes futóblokja van a játékosoknak, a maradék két edzésben pedig az itt kimaradt dolgokkal, propriocepciós részekkel, valamint a kondicionális részével próbálunk megfoglalkozni a játékosoknak. Az elmúlt években élvonalbeli csapatok által folyamatosan csábított Papp Klaudia valószínűleg utolsó szezonját játsz a nyíregyházi színekben. Az irányító reményei szerint ott lesznek a legjobb 8 között a bajnokság végén. Mivel nagyon fiatal a csapatunk, ugye kadettkorú játékosok töltik ki szinte az NB1-es felnőtt csapatot. Hát nagyon remélem, hogy a 8-ból ugye minimum bekerülünk, és hát onnan meg lesz, ami lesz. Az amatőr nemzeti bajnokságban szeptember 24-én rajtol a szezon. A nyíregyházi kosársuli a nyitófordulóban a Közszolgálati Egyetem csapatát fogadja.